a de a tanárnő mindig segített felállni egy botlás után. Köszönjük, hogy mindig kiállt mellettünk, és nem hagyta, hogy elfelejtjük, tanulni mindig kell. Bár viselkedésünkkel több baj van, de ennek ellenére, ha akartunk, jól tudtuk viselkedni és rendesen tanulni, melyik fontosságára a tanárnő tanított meg minket. Köszönjük, hogy emlékeimben dús 4 évet tölthetünk el tanárnővel, és reméljük, soha nem fog minket elfelejteni, mert mi mindig hálás szívvel gondolunk az elmúlt évekre, és emlékezettünkbe örökre bevéstük. Kérjük, fogadja sok szeretettel azt a szerény ajándékot, amelyet hálás szívvel és tisztelettel átadom az emberünknek. Hoztam még egy gyereket, az lassan nem hallani, csak ez hosszú idő alatt, bennem csak a szépen maradt. Arról figyelemmel kísértem őket a 4 éves munkátokat, egész 8-ig, és izgultam, hogy rossz egyet kaptatok a valaki kutásra, és én remélem, hogy most már eléggé megfogottatok ahhoz, hogy a további akadályokat elfogadjék, és már minden probléma és akadály nélkül. Akik kívánom nektek, hogy az életbe érjék oda azt, amit szeretnétek, és sok sikert az életben, jó. Visszaidézzük az emlékeket, amiket együtt voltunk tudni valamilyen, amikor esküvőt játszottuk, biztos emlékeztek meg rá, és mondták, hogy ez nem lehet, hogy talán még ez igaz volt. És még Gabi valamikor faladtunk a tepele Gabival, és mondtam, hogy próbálj már a viselkedni, és ne szokjon már körbe, sírva fakadtam, hogy tessék elkérdeni, én megpróbáltam, de nem sikerült. Eljönhetnek még az ő? Vagy Zolikával még, amikor? Sírva jött ki Okay.
és a tiéd? Mindenkit megnézek. Szabó, hol van?
csinálnak. Leszomlak a virágból. Hey, gyere csak ugorj ide, azt fogd meg. Először hallgassák meg Kispál Katalin 7. A-osztályos tanulót, aki a 7-esek nevében búcsúzik a ballagóktól. Kedves 8-osok! Tavaly júliusban, mint 7. osztályosok, kibúcsúztatok el az akkori 8. Azóta a Föld egyszer megkerült a napot, eltelt egy év, s a búcsúztatókból búcsúzókká váltatok. A természetben az évszakok váltják egymást, az iskolában a diákok. A szeptemberben érkező kis félszeg elsősökből felsősök, majd ballagó 8-osok lesznek. A mai napon titeket köszöntünk, tőletek búcsúzunk. A ti kedvetekért öltöztettük díszbe a tantermeket, és tiszteletetet tegyünk össze a kedves vendégsereg. Nektek szól a sok-sok világcsoport és ajándék. Tőletek búcsúzik az iskola és minden diákra. Sok közös élmény, vidámság, diákcsint tette színessé az itt töltött éveiteket. Sikert és sikertelenség, élmény és kudarc egyaránt velejárulja az iskolás életnek. Társadalmi szokás, hogy minden ünnepléskor fentölt szavakat, tátorszal szerintett kifejezéseket tudjuk mondani, és nagy bölcsességeket átadni. Azt hiszem rám, a szerzülős fiatalokban jobban illenek a közvetlen, barátságú kifejező szava. Búcsúzom minden 7-es nevében, kívánunk nektek sok sikert, boldogulást. Őrizzétek meg a kedves emlékeket, legyetek bizakodó fiatalok. Viszontlátásra! Az első osztályosok nevében Maradics Lisze első A-osztályos tanuló búcsúzik. Az első osztályosok nevében sok sikert és sok boldogságot kívánok. Hogy nálam a ballagók nevében Nagy Judit 8. A-osztályos tanuló köszön el iskolájától. Tisztelt tanáraim, diáktársaim, kedves szülők, tisztelt megjelentek! Mintha csak tegnap lett volna az a 8 évvel ezelőtti nap, amikor beléptünk az iskola oldonfalai közé, megkezdve tanulmányunkban. Most újra itt állunk, és a meghatottságtól remegő hangon próbálok köszönetet mondani 8. osztályos diáktársaim és magam nevében, tanárainknak azért, hogy határtalan türelemmel és szeretettel vezettek be bennünket az új ismeretek rejtelmeibe. Fáradozásukat, ennek ellenére ők mindig értek voltak segítségünkre, sietve abban, hogy egyre magasabbra rakhassuk a tudománybárát. Ahogy várunkat építettük, magunk is felcsepereztük. Ezen a napon utoljára járjuk végig iskolánk termeit, hogy elbúcsúzzunk a 8 évig otthont adó falaktól. Régóta vártuk ezt a napot, most mégis kicsit nehéz a szívünk, nem tudjuk, mit hoz a jövő, nem lesz el kevés az itt megszerzett tudás. Tisztelt tanáraim! Búcsúzzalmattal kérem, bocsássák meg csinzelésünket, emlékezzük itt a felelősségeknek a tanulát, kirándulásokat, az együtt átítani felszínű emlékeit, élményeit.
Az iskola zászlaját átadja Albert Gábor 8. éosztályos, Nagy Judit 8. áosztályos, Vaspál Ibolya 8. éosztályos tanuló, akik átveszik Siraki Ménes 7. áosztályos, Bakos Orsolya 7. b-osztályos, Buzás Nikolett 7. c-osztályos tanuló. Adjuk nektek az iskola zászlaját, hogy őrizzétek becsülettel. A hetedikesek nevében ígérem, hogy becsülettel megőrizzük. Nemes Lászlóné igazgatóné búcsúztatója következik. Kedves vendégeink, kedves szülők, nagyszülők, kedves gyerekek! Gondolom, a mai napon sokkal szívesebben jött iskolába mindenki, mint máskor, hiszen nem csak a hőtöttünk, hogy köszöntsük végzős diákjainkat és búcsút tegyünk tőlük. Ünnepezzenek számunkra és számukra is, hiszen egy nagyon fontos szakasz lezárul az életükben, egy hosszú időszak, amelynek ez az iskola és az itt dolgozó tanárok fontos részesei voltak. Búcsút értünk is ünnepelni. Úgy vagyunk, mint az időjárás, az egyik szemünk sír, a másik neve. Kicsit fáj a szívünk, de büszkék is vagyunk arra, hogy ennyi gyerek útját egyengedhettük pici korától kamaszkoráig. A búcsú mellett köszöntök is őket abból az alkalomból, hogy sok-sok akadályon erőpróbán már sikeresen túljutottak. Remélem, hogy itt töltött évek alatt már megtanulták látni a helyes utat, működik bennük a belső iránytuk, és ha választaniuk kell majd a jó és a rossz között, mindig tudják majd ki a helyes döntés. Sok veszély fenyeget minket az életben, ezért nagyon fontos, hogy még sokáig legyen mellettük valaki, aki döntéseiket helyes irányba tereli. Remélem, a további években is olyan fontosak lesznek majd tanáraik számára, mint ahogy ez itt volt a mi iskolánkban. Fontosak voltuk számunkra, és tiszteltük őket, ezért követeltünk tőlük munkát, teljesítményt, egymás iránti tiszteletet. Ezt nem mindig könnyű teljesíteni, de az életben helytállni sem mindig könnyű. Az erősítést pedig meg kell tanulni.
sokan már büszkén mondhatom, megtanulták tőlünk. Kialakult bennük a kötelességtudat, az akarat, a tenni akarás, és ez segíti majd őket az élet feladatainak megoldásában. Kedves nyolcadikosok, nézzetek csak szét, milyen sokan jöttek köszönteni benneteket. Ők azok, akik szeretnek benneteket, akik számára nagyon lényeges, hogy mi történik veletek. Ugye milyen csodálatos érzés, hogy nem egyedül kell megküzdenetek az élet nehézségeivel. Higgyétek el, a szeretet mindig erőt ad majd ahhoz, hogy újra és újra erőre kapjatok. Hiszen annyi csodálatos feladat rá rátok, mint igazán felnőtté váltok. Ezekért érdemes küzdeni. Remélem, az elmúlt évek alatt tanáraitok felvételtek benneteket a további feladatokra. Tudásban, emberségben, szeretetben és mások megértésében sok-sok példát kaptatok. Remélem, abból is tanultatok, ami kellemetlen volt számotokra. Mi bízunk bennetek. Kívánom nektek, hogy ti is mindig megfelelő önbizalommal végezzétek munkátokat, és higgyetek saját erőtökben. Szeressetek másokat őszintén, hogy titeket is szerethessenek. Tudom, örültök, hogy vége a sok nehéz feladatnak, de azért remélem, hogy nektek is sajog egy kicsit a szívetek, hiszen annyi mindent hagytok itt, ami gazdagabbá teszi a életeteket. Remélem, jó szívvel fogtok gondolni nevelőitekre, akik önmagukból olyan sokat adtak nektek. Kívánom, hogy a továbbiakban csupa kellemes élményt jelentsen számotokra az új iskola, az új közösség, ahová mentek. Őszintén kívánom, hogy csupa emberséges tanárral találkozhassatok, aki segíti majd további munkátokat. Az új iskolátokban emlékezzetek azért iskolánk jelmondatára, és ne csak ott, hanem felnőtt életetekben is. Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. Ne ítéljetek meg tehát senkit a külsőség, a láthat alapján. Emberi értékeit nézzétek, és ezek alapján választotok magatoknak barátokat, társakat. Figyeljetek továbbra is szüleiket intő szavára. Köszönjétek meg már ma, hogy veletek vannak, hogy szeretnek benneteket, hogy annyit törődnek veletek. Kedves szülők, kívánom önöknek, hogy még sokáig kísérjék figyelemmel ezeket a gyerekeket. A nyegre kamaszban lássák meg a szeretetre éhes szívéket. Hiszen nagyon szomjazzák ezek a gyerekek a szeretetet, csak most néhány évig azt hiszik, hogy ezt nem érik kimutatni, mert az olyan gyermekes. Ne higgyenek neki. Nagyon kell őket szeretni, állandóan és folyton, mert enélkül elveszik a helyes utat. Újból rá találni nagyon nehéz, miha lehetetlen. Gyermekeink nevében köszönöm, hogy segítettük munkáikat 8 éven át, figyelemmel kísérték és egyengedték magukat. Kívánom, hogy még nagyon sokáig élvezhessék ezt a fárasztó és idős feladatot. Kollégáim nevében pedig köszönöm, hogy a mi munkánkat is szeretettel segítettük. Itt szeretném ezt a feladatot egy szülős munkáját. Nagy István a 8. állatszányban az eszen a szülői munkatörösség képviselője volt 8 éven keresztül. Hosszú évek óta iskolánkban végzett a feladatot, hiszen már második gyermekét vallasztottuk ma. Aktívan, öntörvényesen kapcsolódott be az osztály életének szervezésébe, klubdélutánok, tanulmányi kirándulások elősítésébe, megtartásába. Segítséget nyújtott az iskolai szintű rendezvények lebonyolításában, a tanulók egészségügyi témával kapcsolatos versenyekre való felkészítésében is. Nem tetszik a kevésbé népszerű feladatok megoldása elől sem. Öntevékeny gondoskodó munkájára mindig számíthatunk. Köszönjük, hogy segítünk, partnerünk volt az elmúlt években. Ugyancsak megköszönöm az összes 8. osztályban tevékenykedő szülők munkáját, és megkérem szépen Nagy Istvánért szíveskedjen átvenni csak egy ajándékunkat. Mindig ezt az alkalmat szoktuk felhasználni, hogy 8. az diákjaink közül köszöntsük, és megdicsérjük azokat, akik erre rászolgáltak. Ebben az évben is sokan vannak, akik rengeteget tettek,
8 éven keresztül vagy 4 éven keresztül az iskola munkájának eredményesebbé tételéért, eredményeinkért. Először is szeretnék dicséretet mondani néhány fiúnak azért, hogy az iskola közvetlen környezetében, a környezetünk ápolásában, a parkgondozásában folyamatosan és kitartóan segítettek. Ferenc Lajos, Fajlár Bárint, Hihász Krisztián, Molnár Gábor és Mita Sándor. Egyéb könyvvel szeretném megköszönni munkájukat. De még? Már könnyítettek.